Érkeznek a méz lovagrendek tagjai a Szentlőrinci Vásártér épületéhez. Itt tartották szombaton a baranyai mézes mázas napot. Virág, akác és hársméz kategóriában hirdettek győzteseket a mézversenyben, amire idén 70 menta érkezett. A megye mézeddíj idei győztese a Sombereké rejt méhészet virágméze lett. Nehéz év van a méhészek mögött, mondta házigazda Máj Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója. Az időjárás ebben az esztendőben nem kedvezett a méhészeknek, és hát a mai napon sem mondhatnánk igazán barátságosnak. De hát mi hozzá vagyunk szokva ezekhez a körülményekhez, és az idei termelési évben is sajnos rányomta bélyegét ez a fajta jelenség. Sajnos ezzel egyre többet számolnunk kell, egyre kiszámíthatatlanabb lesznek a termelési körülmények, és a méhészeknek erre egyre sűrűbben fel kell majd készülni. A helyi gazdaság erősítésére hívta fel a figyelmet a megyei elnök, hiszen ha a helyi terméket veszünk, akkor az itt élő gazdákat segítjük. A megyei önkormányzat is segítette ezt a folyamatot a maga eszközeivel. Egy nagyon sikeres piacfejlesztési programot sikerült megvalósítanunk. A kormány támogatásával épül az új pécsi vásárcsarnok is, de néhány hete adtuk át az új vajszlói piacteret is, csak hogy az elmúlt időszak eseményeiből is felidézzek néhányat, de a megye több pontján is újultak meg, vagy jöttek létre új piacterek, mind-mind azzal a céllal, hogy a helyi termelőknek, köztük egyébként a baranyai mézet előállító gazdáknak új értékesítési lehetőségeket, új piacokat nyisson. A kormány rendeletekkel segíti a kistermelők piachoz jutását, mondta az államtitkár. Bárhol árulhatnak alapélelmiszereket, amilyen a méz is. Nincs már területi korlátozás. Fel lett oldva, innentől kezdve bárhol lehet árusítani. Nyilvánvalóan az alapélelmiszerekre vonatkozik. A régi határok azok megmaradtak, főleg a hústermékekre, hogy egyszerűsítsem a dolgokat. És be lehet vonni családtagokat is most már, ugyanannak számítanak, ugyanúgy kistermelőknek számítanak, a közvetlen családtagok is. A közétkeztetésben pedig egyre nagyobb százalékban követel meg hazai alapanyagot a kormányzat, így több helyi, egészséges, hazai élelmiszer kerülhet be, például az iskolákba, óvodákba jövőre. A mézes mázas napon a megnyitók és díjkiosztó után szakmai előadásokat tartottak, valamint méhészeti felszereléseket is vásárolhattak a megjelentek.